we have observed that the increase in temperature. Angolul gyakorolják az előadásokat a szekszárdi első Béla gimnázium diákjai. A fiúk a svédországi Stockholmban mutatják be azt a kutatást, amivel a nemzetközi innovációs verseny hazai fordulóját már megnyerték. Évekkel ezelőtt elkezdtünk egy kutatást, ami azzal foglalkozik, hogy a szélsőségessé váló időjárás milyen hatással van a környezetünkre, és leginkább a víz visszatartásra és a talaj problémákra. Mi ezt kutattuk. Olivér és Balázs a szekszárdi borvidéken végzett kísérleteket, a szőlősorok közé lyukakat, úgynevezett vízcsapdákat ástak, amiket különböző anyagokkal töltöttek fel, hogy azok így megfogják az esőt. A kutatás során a minden évben lemetszett vennyige bizonyult a legjobb alapanyagnak ehhez. A fiatalok a tapasztalataikról angol nyelvű tanulmányban számoltak be. Én 2 éve vagyok benne ebbe a projektbe, majdnem. És én igazából a nyelvi részét teszem hozzá, Oliver pedig eddig kutatta, ő inkább talaj szempontjából, de a jövőben én majd még csapadék szempontjából jobban meg szeretném vizsgálni ezt a problémát. Az idei költségvetésben elkülönítettünk 1 millió forintot klíma alapra. A fiúk kiváló teljesítményét Szekszárd vezetése is elismeri, ezért kapnak segítséget a stockholmi utazáshoz. Ez abszolút azt gondolom, hogy támogatandó, úgyhogy polgármester úr a saját keretéből 150 ezer forinttal támogatja a versenyen való részvételt, mi pedig az idén elkülönített klíma alapból 100 ezer forintot még szeretnénk felajánlani, és a legjobbakat kívánjuk, sok sikert, szép eredményeket a fiúknak. A szekszárdi első Béla gimnázium tanulói már másodszor jutottak be a nemzetközi verseny döntőjébe, először 4 évvel ezelőtt. Azt gondolom, hogy ez tükrözi az első Béla gimnázium pedagógusainak és diákjainak az együtt munkálkodását, az, hogy gondolkodjunk globálisan a környezetvédelmi problémákról, de azért cselekedjünk lokálisan. A diákok augusztus végén indulnak Stockholmba, és szeptember 1-én térnek majd haza.